Sérült leomló kéményhez riasztották a tűzoltókat a pécsi belvárosba, a Szentmúr utcába kedden, nem sokkal déli 12 óra után. A Baranyai megyeszékhelyen is észlelt földmozgások eredménye ez. A lehulló téglák szerencsére nem okoztak sérülést a járókelőknek. Az autókat takarókkal védték, hogy ne sérüljenek meg a mentés alatt. Ezt a felvételt az egyik néző küldte. Jól hallatszik, hogy a karácsonyfa díszek megcsörrennek. A földrengés központja Horvátországban volt, ahol 6,4-es rengéseket mértek nem messze Zágrábtól. Magyarországon a 20. században olyan 5,6-os földrengésnél nagyobb sosem volt. Ugye ez a 6,4, amit most egyelőre hallani lehet, az azért határozottabb ennél, és a károkat azért, ha valaki nézte, látta már a televízióban vannak fenn ilyen rövid videók. Ilyen ijesztő dolgokra azért nem kell számítani hazánkban, szerencsére. Mondja a szakember, akit arról is kérdeztünk, mennyire fekszik veszélyes helyen országunk a földrengés szempontjából, hol vannak a törésvonalak. Na, a Pokalja vonalában egyfelől, másik oldalról pedig a Dinari-hegység északi előterébe, tehát egy ilyen ollószerűen vesznek minket körül, és annyira olló, hogy a másik oldal meg a Kárpátoknak az íve, ott a Vrancsa, a zóna környéke. Tehát ott komolyabbak a földrengések, mi ezek között vagyunk, a szeizmicitás szempontjából közepes veszélyeztetettségű régió vagyunk, ami azt jelenti, hogy károk lehetnek, de hál' Istennek azért emberéleteket ez nem szokott követelni. Pécsen 5 kisebb esethez, falrepedésekhez riasztották a tűzoltókat, a legsúlyosabb a bemutatott kéményomlás volt. A horvátországi földrengésnek van egy érdekessége, mondja a szakember. Az 5,2-es erősség után jött a 6,4-es erejű, ami nem jellemző az ilyen eseményekre. Általában az erősebb lökéseket gyengébbek követik.